visszatértünk Szacsinak a kalandjaival, és ugye most egy új faluba érkeztünk legutóbb. Vegyünk is, hoppá! Én nem akartam erre pazarolni, de látom, most meg kezd kifogyni. És meg se tudom, hogyha upgrade-elném, akkor az úgy meg is javítja. Mert most kiderül, elpazarolok már 10 csontot. Ha nem, akkor meg tönkre megy. Max nem használom többet. Teljesen megcsinálta, wow! Nem, de ne használjuk ezt, mert nem pazaroljuk. El is felejtettem, hol tartottam. Hol van, nekem volt egy ilyen farönköm, azt keresem. A farönkkel volt, ami... De hát, hogy akkor csak csinálnom kell egyet, nem, mert minden van hozzá. Aha. Jó lesz ez. És ezt nem tudnám upgrade-elni. És akkor nem lenne csak egy ilyen kis farönk. Ja, upgrade. Lehet még upgrade-elni? Mennyi van ebből? 24, akkor upgrade-eljünk. Haszta. Már nem lehet többet. Jó van. Akkor legyen ez, amit tönkre teszünk, akkor tönkre teszünk. Ja, megérkeztünk ebbe a faluba, én tüzet akartam, csak azt. Ó, nem is működik. Jó van. Nem legyen, hogy megyünk, felfedezzük ezt a kis falucskát. Nézzem a térképet, mit mutat. Itt vagyok lent. Itt van... Ja, innen indultam, de erre is eljöttem. Itt ez másik kulcs kell. Nem is tudom, merre megyek. Mi a feladat? Hozzak neki 3 patkányt, annak a üzének. Meg csináljuk más célokat is. Oké, csináljuk más célokat is. Jó, hát akkor szerintem ez tényleg csak ilyen kicsit ilyen felfedezős, patkánygyilkolós, nekik kell hozni a patkányt. És látom, itt is jön majd a füst is, mert itt van az elfújója. Most éppen nincsen semmi. Valamiért van, hogy ó, nézd csak itt. De ügyesek, nézd itt a mocsár, hogy ne jön fel a víz, vannak nekik ilyen homokzsákok kitéve. Nézd, ezek meg bűzölőnek, kíváncsi vagyok, mi van benne. El akarom ezt rakni, hogy ne ezt használjam már ezeknek a szétveréséhez. Hú, ez egész jó. Kirepült belőle egy ilyen. Szerintem én csak így elkezdek... Mi volt az? A méhek. De valami megöli őket. Mi az? Egy kaktusz. Szerintem... Van így még több mély? Szerintem ezt meg tudom venni, mert van nekem ilyen bombám, igaz? Mert nem a gázbombára gondoltam, hanem ilyen erre. Nagy elpazarlás, ha nem működik. 2 van csak, de hát most szerintem ez csak bombával kéne. Ott van egy megint egy mély. Szerintem ezt lehet meg is kéne tartani, nem? Vagy kíváncsi vagyok, hogy engem is megöl, hogyha a közelébe megyek? Várjál, elteszem a bombát, mert véletlenül itt el fogom dobni. Csak vagyjuk ki. Ja nem, vagyjuk le. Így. Addig szedjünk szét más dolgokat, így figyelem, hogy mi van itt. Csak jönnek ki a méhek, és folyamatos pucci. Na jó, majd összeszedem a... Itt is egy másik is. Nekem is árt, hogyha a közelébe megyek. Na, próbáljuk ki ezt. Szóval... A fene! Azt hittem, a kaktusz meg fog védeni. Mi az, de engem is eltalál ugyanúgy. Ah. Oké, várjunk csak. Nem tudom, hogy itt akarjak-e kekeckedni, vagy ne. Várjunk, együk már meg azt a hamburgert. Az utolsót. Azt hittem, hogy van valami időközönként, de látom egyfolytában tud roppantatni. Mondom, azt így szétvertem volna. Nem tudom, ez nekem kell-e valamire. Megpróbáljam. Csak akkor elmegyek a másikra, ahol nincsenek méhek. Csak úgy kíváncsiságból. Itt is van egy. Igen, hogy mit kapok cserébe, hogyha szétszedem. Vagy lehet, hogy ha a füst jönne, akkor a leveszét tudnám szedni. Hát nem tudom. Na itt van a füst, majd mindjárt kiderülnek itt a dolgok. Ugyanúgy el van a füstbe is. Nem, já, folyamatosan csinálja. Nem merem rápazarolni a bombámat, úgyhogy inkább... Mert ezt az lesz, hogy teljesen felesleges, nem ad semmit.
De mindegy, én elmegyek itt felfedezni dolgokat, és ha van valami, akkor úgy is mutatom, szólok. Most így szerintem így meg fogom nézni, itt elmegyek a falu szélén, mert itt egy másik terevére fele megeszi. Nem akarok velük kötözködni, olyan nehéz tőlük megszabadulni. Az ott, nem mindegy. Majd, ha van valami, akkor úgy is mutatom. Ho-ho! Rámentem, azt hiszem, az elektromosság vagy valami. Hagyjál! Ah! Egy lépten nyomon egyébként izék vannak. Lépten nyomon. Reméltem, hogy belerepül. Lépten nyomon izék vannak. De nevére. Haha. Ha erre felmegyek, akkor bajom lesz. Nem akarom kipróbálni megint, várjunk, együnk valamit gyors. Ezt megegyem. Meg visszaállítja az egészségünket, vagy ezt meg kéne főzni. Más nagyon nincs, van két szívem. Cukorkát. Meg egy kicsit gyorsabb leszek tőle. Hát ez a gyerekekre is igaz. Ezt kirámoltam már most, nem? Ha felmegyek rá, akkor bajom lesz, nem? Oszta! Ho-ho! Ho-ho! Rossz helyre jöttem! Ha felmegyek rá... Valamit ráz, nem merek visszamenni. Ma így jöttem. Nem tanulok, ugye? Ja, jó van, jó van. Oké. Arra meg egy nagy feje volt neki. Kezd kifogyni a lápásom, egy pillantás. Hogy nem fél senki ezektől a nagy izéktől, csak úgy el van mindenkit, mászkálnak a lámpásokkal. Ez ilyen... Várjunk. Akkor itt végig ez itt van. Aha, most értem itt a másik szélére, úgy látom. Itt is itt egy... Jelzítem. Ez meg egy, megint egy mocsár. Ott egy szellem. Ho-ho-ho! Kíváncsi, hogy vannak a patkányok. Ölném meg őket, és akkor haladnánk tovább a... Questtel. Úgy, tehát tudom gyors menteni. Nem tudom semmi. Ide tudok utazni, ha legközelebb, ha szeretnék. Ez minek a hangja? Nézem csak a térképen, aha. Szóval, hogyha tudok utazgatni. Ez is nyitva van. Úgy tudom, hogy ha egyszer kinyitottam, utána már nyitva marad. Várjunk itt éjszakon el. Ja, nem itt vannak fent, aha. Ez van nyitva. Oksa. Ja, na, ezt akartam szét. Jaj, elpazarolt, nem hiszem el. Hogy a francba került ez a kezébe. Nem volt benne semmi, nem is van valami. Várjunk, ez megint úgy néz ki. Ja, mi van? Csak a swamp. Az a baj, úgy érzem, hogy én egy kicsit gyenge vagyok az ilyen bosszoknak. Ott vannak a patkányok. Várjál csak, gyors, előkapok valamit téged. Valami elektromosság megvan, remélem engem nem fog, hogy mi ez itt? Ja, engem próbálnak bántani vele? Tényleg ilyen... Mi lett? Moszat lett belőle? Aki várjál, eléggé ilyen... Várjál. Oké, szerintem ez így nem fog jön sikeredni. Ó, te jöjj, milyen sokan vannak. Oké, várjunk. F. Ó! Oh! Megöltek a patkányok. Na, szerintem akkor lehet, hogy rájuk fogom használni a bombámat. Aztán, hogyha nem jó, akkor szerintem azt nem fogom elmenteni. Még jó, hogy itt elmentettem pont az elő. Hogyha nem működik a bomba, akkor csak... Aj! Az volt benne egy izé. Ha! Nézd már, megpróbált elkapni. Én nem akartam megtámadni, teljesen véletlenség volt. Na várjunk, cseréljük le ezt a bombát. Erre. Vagy várjunk, hogy nem arra. Jön, nem ide kéne csalni a patkányokat, ezt felrobbantani. Gyertek, komák! Nézd már, ki jönnek körbe.
Sikerült? Valamit hátrahagyott kéne akkor, nem? Vagy csak megsérült. Hú, nézd, itt van egy csomó. De aztán lehet, itt van benne valami. Na nézed már azt a... Jó, van, nem hagy békén. Úgyhogy akkor... Ha berobbant, úgyhogy kaptam egy tahusa. Na mi van még itt? Mert ezek olyan vadaknak tűnnek, valami, hogy elkapok egyet, várjál. Ez ki? Telemák, pap. Na mindjárt oda menjünk hozzá beszélgetni, csak előtte. Meg akartam nézni, hogy ez micsoda. Ez ilyen sok elektromosságot tud magába tartani. Én még egyet akartam. Gyors előkapom itt a hálómat, nézzük, le tudok-e vadászni. Az repkedett egy denevér, de meg látom, ott van a telemák atya is ott fent. Nem tudom elkapni őket. Jó sokan van, nem olyan, nem tudom, olyan fura ez. Hol van a többi patkány, mert igazából nekem kéne ketté. És akkor szerintem bevetem a bombámat, ha csak nem tudom használni. Na mindegy, menjünk. Itt egy kisfiú. Menjünk, ezt szedjük szét. Várjál. Mindjárt itt a denevér is oda kap. De nem, én nem mennél el? Mert dolgom lenne Telemák atyával. Várjál, patkányok meg közben jönnek már megint. Úgy tudom, hogy ha minden igaz, jaj, a denevér kinézett magán, kettő is ott van. Oh, vegyük fel ezt a random gyümölcsöt, itt nincsen robbantós. Csak én zé szállnak ki mindenből. Várjunk, nincs itt robbantós, mert itt nagyon sok a patkány. Úgy értem, a mocsárban nem jönnek el. Na várj, itt a robbantós. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Így kettők megszabadulni. Jó napot kívánok, gyertek erre, itt vagyok. Mit esznek? Megettek valamit. Vagy sajt van. Várj, ezt nekem kéne kinyitni. Ha-ha, na gyertek, komák. Aztán én is odapirultam. Jó van, akkor szerintem majd ezt újra kezdem, aztán mutatom, hogy hogy mint haladtam. Na mindegy, feladtam aztán, hoppá, feladtam a patkányt, na nézed már, az követ. Nem követnek, az volt a bajom, hogy találtam csapdát, és nem jön bezzeg, ez megkövetne. Találtam ilyen bombát, és részt, és nem jönnek utánam. Úgyhogy mondom, hát majd később megfogom, majd később próbálok meg. Egyébként egyet már megöltem, de az még nem adott húst, csak ilyen... Mit adott? Ezek kezdenek tönkre menni, nem főzöm meg őket. Mit adott? Jó, meg ezt találtam sajtot, mondom, azzal lehetne csalogatni. Csak egy ilyet kaptam, úgyhogy nem jött vele hús. Na gyere, koma! Próbáltam ide is tenni sajtot, hát ha azzal, de nem tudom pontosan, hogy... Oda kéne neki adni, vagy sajton nálam nincsen nálam. Úgyhogy ide leteszem, akkor se jönnek, se semmi. Na mindegy, így szerintem oda megyek Telemák atyához, dumáljunk egyet, csak közben ott vannak ezek a patkányok is ott körülötte, és bezzeg akkor meg nekem jönnek. Hát, na gyere! Az Intrepid Overlorder megtalálta a falunkat. Szacsi, nem igaz? Szóval mi nagyon rá... Elektromos. Nagyon kíváncsi lenne, hogy hogy érted el ezt az aluli világot, ez az underworld. A teleportálónak az irányítója nagyon el vannak rejtve. De nem nagyon értjük a technológiáját. Látom, hogy egy olyan amulett van nálad. Nagyon ritka. Hogyha van valami kapcsolat a kettő között, úgyis rájövök. Nincs semmi sem mondasz? Rendben. Akkor menjél dolgodra. Jó, hát ez aztán nagyon hasznos út. Miért beszélsz még velem? Az én barátságos külsőm arra hajt, hogy beszélgessünk? Hát, ha már itt vagy.
Patkányt kéne elfogni hármat. Másik irányba kéne követni, nem erre. Erre, itt vannak a bombák. Itt. Remélek, úgyhogy szerintem muszáj lesz valamit itt. Ezt előkapom, azt max eljönnek erre. Na gyere, koma. Vagy csak így folyamatosan oda megyek és oda vágok egyet. Mindig így odaugrik, és akkor olyankor kell oda csapni. Jó, akkor rájöttem, hogy ott kell mindig ideugrik, még egyet ráz. Na, de ennek sincs húsa. Nekem hús kéne, azt kérik nagyon. Patkánykák. Na, már mindig összejött az izé. Most itt molesztálnak majd a izék is, a füst szellemek. Meg a denevérek. A denevérek úgy látom, hogy nem volt, mert éjszaka állandóan annyi van, de akkor lehet, hogy ők is csak éjszaka jönnek elő. Nem, hogy hát, ha ezután húst is kapok. Bár lehet, hogy csak nem tudom, különösen kell őket kinyírni, hogy hús is legyen ha vele. Nem, de így. Majd most milyen meglátjuk, hogy nem jön hús? Nem. Csont meg izé. Legutóbb is ez volt. Lehet, hogy a másikkal kéne ölni őket ezzel. Lehet, hogy lehet, hogy elpazaroltam ezt, mint... Na, akkor lehet, hogy csak ezzel kéne csinálnom. De gáz is, hogyha nem működött volna tovább. Mert hogyha lejárt volna... Azta! Ez engem is megkapott? Aha. Már túl kicsit olyan, izé... Kicsit elbizakodó voltam, mondom, hát... De nézzük, mindig vág az áram. Felszedem ezt a csontot itt. Mindig házhoz jön legalább, közelebb ugrik. Na, itt vannak a izék is, a medúzák. Na, így kapok csak húst. Jó, van, akkor még ez dorsot, és ezzel meg is vagyunk. Érdekes, aki itt adna nevérfajzat. Az egyik még koponyát is vitt a lábába. Na, itt vagy. Adom a hármat. Oh, sticky barbecue patkány. Barbecue. Szóval, mivel én már odaadtam neki az összes háromot, ami nekem volt, és több patkány nem találtam, ezért ezt meg sem tudom csinálni. De jó, egyébként meg kéne főzni. Nem rossz, de valamint, hogy nem olyan rossz, jobb, mint a semmi. Azt én mondtad, hogy egy tinker után keresel. Láttam egy perccel in the village square, a téren, a falu téren. Ah, ja, igen, és ugye a pumpa, ugye mindenből a vizet akartam szerezni, ez már megint nem működik, kell egy kis olajozás neki. A wastelandben, a sivárságban ezek a olajszik, olajkövek adnak jó olajat. De kell hozzá egy hammer. Amit itt kell készíteni, egy workbench, azt mondtam, hogy akkor vissza kell mennem elkészíteni ezt, aztán keresek egy kis olajat. Hogyha rárakod a pumpára, akkor nagyon hálásak lennénk. Mondasz még valamit? Csak a legfiatalabb gyerekek járnak így a földön. Nem lehet egészséges egészen az felnőtt korban is így járni. Mi? Ezt nem tudom, mi volt ez. Na mindegy, akkor most már külön új feladataink vannak. Ha! De először elmegyünk a térre, megnézzük ezt a Tinkert. Ja, ezt kéne megjavítani, nem? Várjál, gyors, megnézem a térképen, hát ha... Hol van a tér, nem kéne többet felfedeznem, mert nem nagyon szeretik a éjszakába mászkálni. Na, itt is van. Itt vagy, végre meg, itt vagy, Szacsi. Ja, neki itt a lámpása van, de neki nincs a lámpása, meg neki ott az amulette a sapkája. Gondolom az a nyaklánc, amit adta neked, az megvéd.
jó, ha van, be kell vallanom, átaszítja a füstöt. Örülök neki. De van egy szívesség, amit kérni szeretnék. Nekem lenne még több millió szívességem. Nézd körbe. The drear are suffering. Ilyen gondolom, ezek az emberek szenvednek, és mondhatni rabszolgasorsban vannak. Nem tudom kiállni. Szóval szeretném, hogyha egy kicsit lázadnának. Oh-oh. Párat már meggyőztem. Az a baj, hogy a Jeers, ők nem harcosok, és nekünk, és kellenek még ugye cuccok is, amivel harcolni tudnának. Hogyha megkeresed a Resistance-nek az ahol el vannak bújva, és oda viszed nekik, ami kellene, akkor talán segítene. És aztán én segítek neked, amiben szeretnél. Mit gondolsz? Hát gondolom így a fair. Úgy se jutottam el volna eddig idáig nélküled egyébként se. Rendben. Akkor gyere. Az a hideout, ugye ahol elbújnak, az az egyik ilyen ház. Look for an iron chest outside. Egy ilyen, egy vas ládára, ládát keres. A ház előtt. Oké, Iska. Azon gondolkodok, hát lehet, hogy talán inkább mikor nappal van. Mert mondom, vannak ezek az ilyen sidequesták, hogy például megnézem a gyerek, hogy van, akkor keresek egy kis olajat, összegyűjtöm a pumpára, de akkor nézzük, menjünk tovább a mainnál, ha már így éjszaka van. Már így ott lecserélem ezt, hogy ne pazaroljam. Kezd tönkre menni a denevér szívem. Az egyik ház. Na és jó, kutatgathatok. Bár nem az előbb körbe jártam, hogy az előzőnél volt ez csak. Itt vannak a méhek. Meg a kaktusz. Itt nem ért, mindig megijedek. Na, folyamatosan nyírja ki a méheket. Na mindegy, ha megtaláltam, akkor szólok. Ez nem az, ugye? Nem. Gondolom, ha... mondani akartam, hát ha nem kötök belénk, akkor talán nők sem belénk, de nem a, most nem így van. Várjunk csak, most itt eszembe. Az Iron Chest az itt van északon. Van egy láda, amit nem tudok kinyitni ugye kulcssal. Nézzem csak jobban. Ja, itt ez. Az nem, ott van a koponyás. Mondjuk azt nem felrobbantsam. Ha ide jön. Ide jöttök? Ott a szellem is. Na gyertek, ha nézd, hogy jön ide a sumák. Oppá! Még jó, hogy elvetettem. Nem kapott meg egy kicsit? Ezt van, reménykedtem volna. Ja, ez mindjárt ide fingik, mert tudom, az én mérgező, ott van az is. Nem, várjunk, hol van a láda? Itt van. Ez az a ház. Ja nem, várja, ezt írja, hogy ez a House of Plague, ez ilyen a leprának a háza. Ja nem, ja igen, azt mondta, hogy te Tinkertől jöttél? Ezt nem én mondom, hanem ők. Mivel szóval gondolom próbálják el zavarni az embereket. Oké, és mondják, hogy mi kéne, ilyen valamiféle lámpás. Bombák kell, nem, azt mondja, hogy három lámpás kéne. Most. Ja, csak kell egy hammer, ide is kell egy izé. Egy hammer, ezt kéri. És akkor szerintem vissza kell mennünk, majd ugye meg kell csinálnunk a hammert, utána zársunk pár dolgot, neki kellene ez a Anglemore Lanterns. Ezt tudom, ez az izének az a nem, amelyik ugrál a hóba, beássa magát, erről lekapni a tetejét, nem? Szerintem az lesz az, nem? Akkor ide nem is akarok próbálni mászkálni, hanem akkor menjünk vissza, és akkor majd csinálok egy izét. Csinálok egy
Tudnék valamit főzni. Gyorsa ilyet. Van belőle, ha. Én nem is bánnám, hogyha most azonnal meg is enném. Vagy nézem csak, ezt megegyem. Hát néha nem ment olyan nagyot. Jó van. Áttegyem ide az, ami kezd tönkre menni, az segít. Elraktározom. Na úgy látom, hogy így is vissza fog ide jönni. Hol van az a kapu? Kicsit éjszakra megyek, aztán ott is vagyok. Na megérkeztem, gyors, először csináljuk meg ezt a hammert. Itt ez, ugye? Minden van hozzá. Nem, ez a bone mallet. Ez az a hammer, amiről beszéltek, hogy jól csináljuk már. De úgy látom. Tudnék többet is csinálni, de lehet, hogy nem tudom, az úgy is el fog gondolom, tönkre megy. Aha, 10 csonttal lehetne upgrade-elni. Na, menjünk a kislányra, nézzünk rá, úgyis rá kell nézni, hogy hogy áll a polip tenyésztés. És sikerült, azt mondta, hogy egy jégpolipot egy fehérrel párosított, és sárga polipokat csináltak. Láttad őket a korálban? Ja, in my coral. Az hol van? Úgy látszik, hogy szeretnek enni spark bladders, azaz, ami a patkányból kijött, az a. Szeretnék még többet kísérletezni. Vannak tűzpolipok is. Na jó, van, tudod, kislány, tudod, kíván. A tűzpolipok is. Hogyha hozod nekem, van a brimstone a mezőkön, talán azt is tudnám szaporítani. Kell a kedvenc kajájuk becsalogatni a szulfátot szeretik. Na, ilyet még nem is láttam. Mikről a kívánságok? Ja, hozok már egyet is. Várjunk, csak szerintem csinálok 2 hammert, nehogy tönkre menjen, és akkor az egyike úgyis kell olajat vadászni. Hú, kíváncsi vagyok, hogyha erre elmegyek, és úgy, hogy nappal van, akkor nem lesz olyan borzalmas lények, mert ugye a legutóbb ilyen borzalmas lények voltak itt. Azta! Ezzel tudom, ez a hammer csinálja ez, amivel ez... Nézzed már! Hoppá, 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 hoppá! Leköpött. Mondjuk, őszintén leszek, nem is csodálkozom rajta, mert... Tehát nekik van igazuk, tehát ők nem ártottak semmit, főleg el akartak bújni, itt van a izéjük. El akarnak tőlem bújni, szóval egy kicsit rosszul esik nekem őket megölni, mert egyáltalán nem akarnak tőlem semmit. Csak elbújkálnak, én meg itt jövök a hammerömmel, azt kinyírom mindegyiket. Ja, főzni kéne valamit, mert kezd kifogyni az életem. Ezzel nem tudom, hogy mindig mit kell kezdeni. Majd lesz kell valami, úgyis nem. Ott van még. Hoho! Most elkezd engem dözni, hogy elég elmentettem, úgyhogy menjünk inkább vissza, mert én most így félek. Gyors, elmentem a játékot, és aztán megyek egy kicsit bányászni követ. Én erre jártam, nem? Nem jártam. A raptornak a koponyája kell ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, és ez egy ilyen skull helm. És ez ilyen, azt mondom, én tudom felvenni, de király. Oké, ska. Nagyon tetszik ez a... Mennyi fogyott el belőle? Nem sok, egyáltalán. Jó, gyorsan elmentjük a játék utána, én szerintem nem megyek oda-vissza. Hoppá, hoppá, rossz helyre jöttem. Délre, délre kell menni, ide. Hanem gyors nézem. Nem tudok és semmit, nem tudok fel semmit főzni. Jó, mindegy. Elmentjük akkor, és aztán megyek követ vadászni. Meg mi kell abból a cuccosból is, abból az állatból. Szegényeket úgy bánt engem kivadászni őket, mert még csak meg se támadnak, hanem bújkálnak előlem. De kell még belőle, mennyi kell? 3. Vagy úgyhogy van már 1, úgyhogy 2 kell még. Uff.
Nem fog mindegyik rám támadni? Megint itt előjött a... Szerintem felfog, hogy nem tudom, hogy túl fogom ezt élni. Meg jó, hogy elmetettük, jó van. Hogyha erre ide vágok... Na nézed ma! Haha! Most mindenki utál! Na! Oké, okay, hoho! Meg fog halni. Nézd, kiugrottál ide! Nem is, hova lett van már. Nem szabad ott maradni előtte, szerintem. Mert úgyis ott a lérem, hogyha elmegy a föld alá. Aha. Jó van, akkor gyorsan felpróbáljuk magad egy kis élettel. Ami nincs. Drink. Hát szerintem azért mindjárt lejár, egy is adjuk meg. Ezeket is ehetők. Ez lehető? Mindent megeszek. Ezt meg kellett volna főzni, akkor ezt is megesszük. Na, essünk neki. Na, gyere, koma. Kellett itt kötözködni, nem is rávadáztam. Na, vegyük elő megint a... Bár egy kettőben ezt használtam, mi van. Bocsánat, nem akarok itt senkit sem bántani, de muszáj. Ezt kérik. Bújjál le. Nem, csak támad, nem? Nem, nem. Nem. Ho-ho. Ho-ho. Nem felejtette el, mondom, nem tudom, elfelejtette, nem felejtette el. Oké, ha minden igaz, összeszedtem hármat. Itt van három, olajat is szedem, azért szedek még egy olajat. Biztos, ami biztos, vagy nem mondta, hogy hány kell. Szerintem csak egy kell, de hagyd, hogyha kell még valamire. Én mit csináltam véletlenül valamit. Máskor jöttem, hogy megyünk vissza. És szerintem kinyitom, mert én gyorsan kicserélem a fegyveremet, meg ezt feltöltjük. Kinyitom a másik utazó... Várjuk, hol vagyok most? Kinyitom a másik utazó esztet, mert ez közel van mindenhez, mint ez. Úgy csak ide jövök, ezt gyors kinyitom, és aztán úgy megyek vissza. Úgy érzem, hogy vannak olyan dolgok, amiket eddig még nem fedeztem fel. Vagy csak minden újra termelődik. Na! Ha ez hogy került a kezébe? Mindig ez a bomba. Az lámpás, és azt hiszem az előtt töltöttem fel. 8 bogaram, úgyhogy lassan majd lehet elkezdek fogdosni azt is. Ja, mert egy követ akartam még itt. Még utoljára. Nézd ezt meg, mit adok? Nem tudom, olyan fura. Meg is jöttünk. Ha minden igaz, itt el is tudnánk menteni, nem? És akkor először elmentem, mielőtt visszamegyek, megjavítom a kutat, vissza odaadom azt a rezisztensnek, vagy a izék lázadóknak odaadom, ami kell nekik. Aztán úgyis lesz még kívánságuk. Hú, itt egy csomó minden van, ez miért van? Hát valami meg fog támadni? Oda is adom majd neki. Ő is jön, előre szedem össze, ezt majd odaadom neki, hogy tessék, itt szívesség, neked összeszedtem. Hármat elhasználunk. Mennyi van egyébként? Na jó, elmentjük. Mennyi van egyébként? Ezt akarom megnézni, hogy... 29, hát akkor nyithatom itt, ami van. És figyelj, most úgy sem van, nagy szüvesség. Nézd csak, abban mennyi van mondjuk. Ezért felemeli az életemet, hogy nem kéne olyan bőségesen osztani. 10, adok belőle 6-ot, jó? Tessék. Köszönjük, hogy segítesz, és kaptam még tokent. Ja, hát ez nem jó egyébként, mert egyébként ugyanúgy... Hé, várjunk! Itt van egy...
Ó, hát akkor ezt kellett volna. Oh, ezt nem is vettem észre, ezt kellett volna kinyitni. Na mindegy, meg akkor látom, itt is vannak kettő, de szerintem csak ezt kéne használnom, ezt a kettőt. Na mindegy, akkor ide jövünk legközelebb, majd itt ezt is kinyitjuk. No, akkor először javítsuk meg ezt a kutat. Még jó, hogy lement a izé, nem kétos vélenevéreket kerülgetni. Hol az a kút? Itt volt. Mehetek dicsekedni vele? Kinek menjek? Neked? Neked dicsekedhetek? Már megint működik, de milyen kedves tőle. Ó, kaptam egyet, ez pont jó, mert ez nagyon kell. Nem sok minden, de mindig szívesen látnak itt. Na hát, pedig nem volt olyan nagy cucc. Ezt azért igazán megcsálták volna maguknak, mert ezért. Na mindegy, visszajönk ide. Hoztam, ami kell. Megvannak a lámpások. Hát érdekes, hogy lámpásnak hívjuk. De odaadom, tessék. Nagyon jó. Mivel most már tudok több bombát csinálni, adok egy kulcsot a ládához. Hú. A kérdező, hogy a páncélzés egy kicsit megsérült. Ja, azt hittem kapok ilyet, egy kis ragasztó, amit ő talált fel, ami segíthet. Na hát, többet kell. Chicken chunks. Valami csirkét meg kell venni hozzá. Wow, mondd meg Tinkernek, hogy most már készen állunk. De hogyha még van időd valamikor máskor segíteni, vagy később segíteni, nagyon jó lenne, hogyha hasznos lenne, hogyha a Blast Forge-ba tudnánk belépést kapni. Gyere és beszélj velem, hogyha aktiválni tudod. Megjelenten neked a térképen. Itt. Na gyors, mit amíg lement a füst, addig gyors elmegyek utána megnézni. Ezt ki tudom nyitni. Hoho, ó, ez micsoda. Mi hát ez csak ilyen mérkező, nagyon durván. Ki, akkor kaptam. Akkor ezt mindent elvisszük, köszönjük szépen. És akkor nézzem, ezzel meg tudom javítani a cuccosaimat. Vagy ez mire való? Vagy lehet, hogy valami... nem tudom. Na mindegy, majd rájövünk. Akkor most gyorsan, még nincs fent a... gyorsan, még nincs fent. De szerintem itt már jártam, és nem találtam semmit. Mondom, még nincs, amíg nincs fent a füst, addig meg tudnánk nézni. De szerintem erre jártam el legutóbb, még halálom előtt. Ja, ide nem jövök, várjál, de ez itt van meg. Aha. Szóval ez majd később fogunk ide sor kerülni. Úgyhogy akkor most mit csináljak? Most elmondom a Tinkernek, hogy a lázadozók készen állnak. Na Tinker, ja várjunk egyébként, mikor kinyitogattam ilyen ládákat, vagy nem is láda, hanem hordókat, akkor egyikben volt egy ilyen kulcs, úgyhogy most már ezt is tudom nyitni, úgyhogy nézzük, mi van benne. Má, de jó hamburger van benne, egy csapda. Gondolom, akkor ez arra jó lesz majd, hogyha van szulfátom, akkor azt nem tegyük vissza, nem? Majd úgyis jövök ide. Vagy inkább a kislánynak a ládájába kéne tenni. Hot sauce. És antifreeze. Antifreeze. Oké. Okay. Na figyelj! Köszönöm, hogy segítettél a a lázadozóknak. Tessék, itt van egy kulcs. Még egy lépés a Dreer függetlenség felé. Vedd ezt a receptet. Remélem egyszer majd hasznos lesz. 600 tudok most már is csinálni. Gondolom, ez valami tüzes rész jön majd itt. Mert ez ilyen tüzes gyümölcs, meg minden ilyen tüzes, meg tűzpolip. Bármiben van, segítek. Akkor azt gyorsan megmutatom neki. Milyen érdekes puzzle cube. Ez egy nagyon régi. A Craftmaster-t meg akarod találni, ugye? Ő a Charleston faluban él. A keletre, innen. Megjelölöm neked a térképen. Az a trükk, tehát az a baj, hogy ugye az industrial zónán keresztül kell menni hozzá. És megráz téged, hogyha kellő cipő nélkül lépsz rá. Hát már tapasztaltam. Hoho, ezt meg tudom csinálni, kell hozzá rubber meg hog cheese. Honnan szerzek rubbert? Ó. Oh.
The rubber to make these shoes come from. A kaktuszból. A kaktuszból van a gumi. De az nem lehet felvágni a kaktuszt. Úgyhogy ez lenne a legjobb, hogyha megfagyasztod őket. Tudom, hogy Marduk csinál jégbombákat, talán ő tud neked egy receptet adni. Megtalálod őt a Mire of Bones-nál. Egy pár jégbomba jó lenne a lázadozóknak is. Miért kattintsak rá? Oksa. Na nézzük, van itt egy csomó minden, csomó érdekesség. Nézd! Várjuk, ő itt van a semmibe. Uff. Ha, akkor el kell menni ide, hogy ezt a kaktuszokat fel tudjam robbantani, amiben tudok magam cipellőt csinálni, és ide be tudok sütani. Nézzünk, oké, nem tudom mi az a baj, hogy nekem ez baromra tetszik, hogy nincs füst. Mert így nincsenek elő a szörnyek, de szerintem mindjárt visszajönnek, mert egy csomó mindent csináltam füst nélkül. És úgy szeretném felfedezni itt a délre menni. Jaj, úgy szeretnék itt délre menni. Na, visszajöttek a patkányok. Úgy szeretnék délre menni, hogy nincsen füst. Mert így félek. Én most így gyorsan is mentem. Kinyissam ezt. Ezt itt. Még kicsit messze van, tehát ez érdemes lenne talán kinyitni. Úgyis van annyi pénzem. De ezért nem megyek el sehova, csak kinyitottam. Jó van. Gyors, elmegyek amennyire tudok délre. És aztán meg visszafordulok. Hoho, méhek. Csak az a baj, hogy mi van, ha beszorulok, vagy tudod, visszafele az út már nem olyan. Hoho, de sok passzus. Neked mondani valót? Nagyon nehéz, vagyis a sajtkészítés hosszadalmas, de a nyűvek meg felgyorsítják. Segítettél nekünk gyűjtögetni a múltban, de megint bajba vagyunk, és nem tudom, hogy kihez fordulja. Kellene hagmiak. Ilyen tej, a disznótej. Ez kell hol, amit gondoltam, hogy kell ez még. A workbench-nél ezt meg tudom csinálni, ez ilyen... Oké, szóval ezt szerintem ráteszem a valami disznóra, megfelelem, hogy... veszélyes munka! De először jelzd meg őket. Belevezeted egy fába, és ez úgy megállítja őket, vagy megijeszt, és akkor jó, hogyha elég gyors, hogy megtudom őket, be tudom fejni a tejet. És azt mondják, hogy adnak majd értelmet. Hú, hát nem tudom. Azt sem tudom, milyen hagról beszélnek, arról a nagy darabról, vagy a kicsikről. Itt sokkal túl sok a méh. Ez micsoda? Várj, ez micsoda? Nightcap. Nightcap, it helps to pass the time. Ebből kettőt kaptam. Várjunk. Azt jelenti, hogy segít el, hogy az idő elmúljon az idő. Ami azt jelenti, hogy ha füst van, akkor ki tudom várni, hogy felveszem, és akkor elmúlik a füst. És nem kéne állandóan füstbe sétálni. Nézed meg, van valami. Ez az izé. Hú, de messze van. Akkor, hogyha felveszem a sapkát, akkor majd elmúlik. Kéne egy kis csont is egyébként, mert az egy csomó mindent tudok upgrade-elni. Na mindegy, mert utazgatok, azt majd mutatom, ha van valami. Meg majd ezt is fel kéne zúzni, de most csak próbálok minél többet menni, amíg még nincs füst. Aztán az is lehet, hogy tök felesleges az egész, ezt nem érek oda soha, mert nem, nincsen hozzá út, mert látom, itt már le van zárva, szóval lehet, hogy ez felesleges. Ó, van egy receptes. Mit kaptam? Cheaper trap. Mi ez a cheaper? Cheaper csapta. Szerintem olyan helyen vagyok talán, amit még igazából nem kéne felfedeznem, vagy nem tudom. Itt van egy másik hely. Itt is el lehet menteni, ki tudom nyitni. Oké, gyors, elmentjük. Itt én megint egy ilyen nightcap-et találtam. Gyors, mentsük el. Kíváncsiak, hogy ezt felveszem, akkor most mi lesz?
Nightcap. Sleep. Csak így el tudok aludni. De csak háromszor. Ja, szóval aztán egyszer elhasználtam, utána már több nincs. Nézzük, milyen küldetéseim vannak. Nézd, csak itt írja, hogy ezt még nem tudom elérni, ezt se tudom még elérni. És csak igazából Mardukot kéne megkeresni, ahova nincs hely, ahova nem tudok elmenni, mert végigmentem itt az alján, ő meg itt van. Szóval lehet, hogy akkor elkezdem. De még igazából azt sem tudom, hogy hol van ez a tűzpolipse, meg hogy talán a tejjel kéne foglalkozom, és egy kicsit el vagyok veszve. Szerintem nem fogom elpazarolni. Ezt nem sikerült kinyitni, nem csak akartam kinyitni. Szerintem nem fogom elpazarolni. Felénk ez mi ez? Az a baj, hogy szerintem nincsen cuccosom, ami... Oh, a másik oldalán vagyunk a izének. Hát igen, ha megint fellépek, akkor... Oh, ott van egy kis érme. Nem kísérthet meg az érme. Nem tudom, mihez kezdjek magammal, mert nem tudom, hogy melyik célt kövessem, hogy csomó minden elérhetetlen a csávóhoz, nem tudok oda menni. Oh, itt egy kulcs, ugyanígy találtam a másikat is. Hagyjatok már békén, na. Na, köszi. Most meg itt lesznek a patkányok. Na jó, van, ide jövök, visszajövök. Szerintem most itt elmentem, és aztán majd innen folytatjuk. Lehet, hogy elkezdek játszani, csak kíváncsiságból, hogy ne menjen arra az idő, hogy konkrétan csak keresgélek, meg kéne tudnom, hogy hogy kéne. Tehát kéne tőle szerezni jégbombát, hogy amivel ki tudom nyírni a kaktuszokat, aztán tudok magamnak gumicsizmát csinálni, mert fel tudok menni ide. Ha. Csak nem tudom még, hogy kellene ide eljutni. Szóval ő lenne most itt a kérdés, hogy lehet, hogy csak mászkálok és kérdezősködök. Vagy nem tudom. Ezt ki kéne nyitni. Bár itt valószínűleg kezdő dolgok vannak. Na mindegy, majd akkor innen folytatjuk, és lehet, hogy csinálom úgy magamtól bár dolgot előtte. Úgyhogy majd innen folytatjuk.